Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a politika, társadalom, közélet rovatunkat látják. Mai vendégem a Szilaj Csikó biztonságpolitikai szakértője Vukis Ferenc. Nagy tisztelettel. Köszöntöm a kedves nézőket. Azt, azt a véleményt is uh, olvasom most már uh, uh, nagyon sok írásban, hogy ha az emberek, a világ azt gondolja, hogy ezt mind csak Amerika akarja, akkor nagy tévedésben van, mert úgy néz ki, hogy az európai vezetők legalább ennyire akarják, hogy ez a háború folytatódjon. És a legfontosabb dolog, amit szerintem el kell mondanunk, hogy nagyon kevés ország kivételével, ezek között van Magyarország, és rajta kívül fél ezeknek a száma az egész világban, amelyek azt mondják, hogy a béketárgyalások a lényeg. Hogy nem igaz, hogy az elején a háború elején el tudtunk indulni egy ilyen irányból, hogy elkezdődtek a tárgyalások, elkezdődtek az egyezkedések. És most pedig ott tartunk, hogy semmi más nem hallunk, csak hogy mennyi fegyvert fognak majd beleönteni ebbe a nagy fekete lyukba, amiből már az elég gyorsan fogynak el a fegyverek, mert értékesítésre is kerültek a, a fekete piacon. Tehát ez nem úgy működik, hogy a világ minden fegyverét, meg minden rendszerét csak úgy ráöntjük egy országra. Az, az üzemeltetni, működtetni kell, fenntartani kell. A világ legnehezebb e, e, dolga az lenne, hogy, a, hogy az összes típusú fegyverrendszert egyszerre kellene fenntartani és működtetni. Tehát az egyik ilyen fontos dolog, hogy azt adják, ami nekik már nem kell. Ez az első. Ami nem is ír annyit, viszont túl lehet számlázni. Ez már a pénz egy részének a lenyúlása, hogy az amerikai, meg a, a európai adófizető hatalmas mennyiségű pénzt e, e, juttat állítólag a demokrácia védelmezése érdekében valahova, hogy az a valaki fegyvert tudjon belőle vásárolni, de ez a fegyver valójában olyan fegyver, ami lehet, hogy annyira jól nem lehet használni. Ha meg jól is lehet használni, akkor is egy túlárazással kerül oda el mert a túloldalon lévő fél az együttműködő túlározás e, 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 végrehajtásában. Hegyi vadász e, dandárnak, vagy a, e, a a megfenyegette Magyarországot, hogy ő egy dandárával cafatokra szétveri a magyar honvédség, szó szerint így mondta. Tehát nem mellé beszél, és a magyarul úr média is lehozta ezeket. Az elmúlt 70 évben nem fenyegették meg Magyarországot katonailag ez most fél év alatt, ez ennyiszer előfordult. Mindenki gondolkodjon el rajta, hogy ez vajon mit jelent.